ha azt is éreztem, hogy mikor rajta kaptam ezen a tekinteten, akkor megijedt. Ami persze tudom, hogy ez már ilyen nagrecsó is megbolondult, de hogy én, én ebben, tehát én, ez az én élményem, ezt tőlem senki el nem veheti velem, történt meg ez a csoda. Olyan jó, hogy eljöttél, kitettem csomó könyvet, de nem is a könyvekkel fogom kezdeni, hanem most mondj egy dolgot nekem, ami ma meghatározta eddig a napodat, délelőtt van, ezt most azért mindenki látni fogja a videóban. Milyen volt eddig ez a nap? Mondj valamit, ami, ami történt. Harcos délelőtt volt, mert a, a, az édesanyámmal vittem el a gyereket óvodába, úgyhogy meg, mindent megmutattunk a városban, és nehezen értünk oda. Egyébként is kaptunk már többször figyelmeztetést, hogy hamarabb kell odaérni, ebben nem vagyunk erősek. Kilenckor bezárják az ajtót. Ez nagy hiba. Mert én mindig csöngetek. <laughs> <laughs> sose érek oda kilenc előtt. <laughs> akkor és én sem. Tehát, tudsz, úgyhogy, úgyhogy ez nem, nem az a világ, én valahogy nem, nem, nem tudok ehhez zárkózni. Ha hatkor kelünk, akkor se érünk oda kilenc előtt, tehát teljesen mindegy. Úgyhogy egy ilyen harcos reggelen vagyok túl, de az nagyon érdekes volt, ahogy a ahogy a lányom idegen vezetést tartott nagymamájának, hogy, 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 Budapesten mi hol van, megtalálja, és, és olyan, jó, kaland volt, hogy egy kicsit hétköznap, mert mindig csak hétvégén találkozunk, és egy hétköznap reggelen ott lehetett. De jó. Arra jöttem rá tegnap, amikor így tudtam, hogy ma már beszélgetni fogunk, hogy a lányodban meg bennem van valami nagyon közös, ami, 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 ami meghatározza az életünket, mégpedig az, most előveszem a könyvet, hogy ő most már irodalmi főhős lett, egy kézzelfogható szereplő, akár mondjuk a nőköpjében lehetett már látni, vagy olvasni a téleteteket. Most itt egy könyv, már a címlapon ott van, és nem csak a könyvről szeretnék beszélni, hanem erről az érzésről, mert te mindig magadról mesélsz, persze el lehet távolítani, hogy most akkor szerzőjén meg. Nem tudom, de, de a családodat ismerjük. Azért azt gondolom, hogy, hogy van tétje annak, amit elmesélsz, a városról, ahonnan érkezel, a gyerekkori látványról, és ebbe az egészben is bekerült a lányod, és neked ez az út, ez milyen érzés? Azt képzeled el, hogy én 25 éve vagy 30 vagyok ebben a szakmában, és most lep meg, hogy benne vagyok. Mert azzal, hogy neki ez természetes, azzal, hogy ő ebben nő föl, és ez a világ uh, nyílik ki számára, és uh, azt ugyan, hogy ő múzsa, azt még nem tudja, vagy ezt a helyzetet így még ugye nyilván ő sem tudja fölfogni. Egy csomó otthonosság érzést hozott nekem. Egyébként nagyon aranyos, mert a múltkor nagyon rácsodálkozott. A... Mentünk, és a, a, összetalálkoztunk Darvasival, aki a, a szomszédom, a nagyon kedves barátom, darvosi László. És a Laci mindig ugratja, és állandóan huncutkodnak, és a, a, a Laci bácsi a fő huncut, és akkor ő, ő. És múltkor megkérdezte, hogy a Laci bácsi mivel foglalkozik. És mondtam, hogy a Laci bácsi író. Ő is csodálkozik. Hát ő is. Jó, mentünk tovább. A találkoztunk a Márton Lacival. Őt hogy hívják? László. Ő is László, jó? És ő mivel foglalkozik? Mondtam, író. Úristen, de sok író mondta ő. De hogy az életének a része Abszett. az irodalom, és uh, neked meg változtatott. Olyan érdekes, hogy, hogy, uh, hogy, itt a novellákban, a rövid történetekben mondjuk szerepedne neki, milyen könyv adódik mondjuk a, az életében, mondjuk Szabó Tiana, de írsz uh, egy Krasznahorkairól, csomó könyvről, ami az olvasmánya. Ez nyilvánvalóan viszi a mai olvasót, hogy mi lehet greco Krisztiáné könyves mint nálam van. De, de egy picit utazunk vissza az időben, mondja egy, egy olyan uh, irodalmi művet, ami, ami a Grecsó Krisztián felnövéséhez hozzá, tehát ami az ő szabóti annája volt, vagy a tiéd? Hát mindenek előtt Vörös Sándor, tehát uh -huh. a Vörös Sándort a, 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 tudtam kívülről, volt egy Zeg Zoltán költött, amit szintén tudtam kívülről, Ugye ezek voltak a korslágerei, tehát hogy egyfelől a, a magyar költészeti gyerek, akkori gyermekverslágerek, meg volt egy, annak sajnos nem tudom a szerzőjét, egy bolgár meséskönyv, három mese volt benne, ezt a 40. születésnapomra megkaptam édesanyámtól, ezt kaptam tőle ajándékba. Ez volt a kedvenc meséskönyvem, de én nagyon nehezen lettem olvasó. Tehát nagyon szerettem, ha meséltek nekem, és ugye könnyű is volt a mese világába elmerülni, mert hát nem így volt a része a tévé az életünknek, mint most, konkrétan nem volt. Tehát drága dolog volt a tévé. És így könnyű azzal hősködni, hogy a könyv az, az közel volt de én diszlexiás voltam, csak akkor ezt a szót még egyáltalán nem ismertük. Uh -huh. És én nagyon-nagyon nehezen tanultam meg olvasni, és emiatt a sorozatos kudarcok miatt hihetetlenül nehezen barátkoztam meg az olvasással. Tehát hamarabb barátkoztam meg a, az írással, mint az olvasással, mert hogy azt viszont villámgyorsan észrevettem, hogy abban van sikerélményem. Ha hogy hogy szinte semmiért nem dicsérnek meg, mert nem voltam túlzottan jó képességű, vagy jó tanuló, vagy semmiből nem voltam kimagasló, kivétel a fogalmazás. Uh -huh. Hogy azt mindig nagyon megdicsérik. És akkor ugye nyilván, én egy jó gyerek voltam, dicséretre várt, vágytam, szeretetre, ezt alapvetően szerintem mindenki így van veled, tehát semmi különleges nem voltam ebben sem, de hogy a hogy a saját kreativitásom felől Szerettem meg a befogadást. Uh -huh. És én most nagyjából azt gondolom, hogy ha, ha a mai generációnak valamit akarunk olvasásügyben még, és nem akarjuk a kezüket teljesen elengedni, akkor ez az egyetlen lehetőségünk. Az a fiú, aki voltál, az akár a jó fogalmazásra szívesen kiált a többiek elé, és a mostani Grecsó-Krisztiánnak, totál természetes, hogy kiáll a radnóti színpadára, nemrég volt ennek a könyvnek a bemutatója. Tehát, hogy, hogy ezzel te hogy voltál, vagy hogy vagy, mert uh -huh. beszél szeretetről, egóról, végülis mind a kettőnek a hátterében ott lehet az, hogy az ember megmeri mutatni magát, vagy nehezen mutatja meg magát? Hát jó kérdés, mert azért kamaszként ott tartottam, hogy mondjuk írtam egy színdarabot, de nem gondoltam, hogy szerepelni szeretnék benne. Uh -huh. Tehát egyáltalán nem vonzott az, hogy akkor én annak tevékeny részese legyek, Eh, az, az, igen, azt megírtam, tehát arra volt önbizalmam, hogy én kettő darab dráma elolvasása után én írjak egyet, mert úgy éreztem, hogy már olvastam eleget, tehát hogy van egy rutinom az ügyben, hogy hogy kell ezt csinálni. Név, felírjuk, hogy név, kettős pont, és így, így kell drámát írni. Ez ugye nagyon ment nekem, de hogy a, a, arra az eszembe se jutott, hogy én legyek, akár mellékszereplő is. Tehát, hogy az, de akkor miért? még nem nem fogalmazódott meg bennem, és aztán így ilyen, nem tudom. Tehát akkor még volt valami rémült szemérem bennem. Most a múltkorában találkoztam a magyar tanárommal, a gimnáziumi magyar tanárommal, megérdemli, hogy mondjam a nevét Pető Györgyi, aki egy nagyszerű pedagógus, és, és mondta nekem, hogy milyen érdekes, mondja, hogy megváltozott a betegség után a hangod hogy mélyebb a hangot sokkal. De, hogy, Így, hogy, hogy ugye nem csak, hogy mélyebb mondja ő, de hogy emlékszem -e rá, hogy én hadartam, méghozzá nagyon a gimnáziumban, hogy nemlékezdik. Nem Tehát nem múlt el az olyan könnyen és olyan gyorsan, és az nyilván valamiféle a hadarás szerintem mindig valami azt mutatja, hogy szeretnél valamit elmondani, és rettegsz attól, hogy nem fognak végighallgatni és félsz, hogy nem férsz bele a másik idejébe, türelmébe, szeretetébe, és gyorsan be akarod magad oda valamilyen módon tömni. Ez a, ez a, rettegés ott volt bennem, és ez a, ret, amíg ez a rettegés ott van benned, addig nem érdemes a színpadra kiállni, mert nem jó egy szorongó, rettegő, figyelemért áhító embert nézni. Azt lehet nézni, csak aki azt hiszi, hogy érdemes arra. Kányádi Sándor, Szabó Magda, sorolhatnánk, Móri Zsigmond, ahogy megyünk visszafelé, remekül szerepeltek. Értettek a közönség nyelvét. Tudtak velük bánni. De akkor is voltak szerzők, ott volt Babics mellette közvetlenül, akiről a fennmaradt felvételek remekül bizonyítják, hogy nála esendőbb, a közönséggel kevéssé bánni tudó, ügyetlen, szomorú embert keveset látni. Még videófelvételek is maradtak. Hát nem kellett Babicsnak magát valószínűleg mutogatni, mert azzal csak rontott a helyzeten. Na most a, a, én alapvetően azt gondolom, hogy, a, a, hogy azt kell megtalálni, ami a személyiségednek megfelelő. Tehát hogy a... Miért? És ebben semmi különleges nincs, hogy akkor vagy jó pedagógus, ha az az emberi talapzatra alapul, és ahhoz képest épül föl a pedagógus szerep. Ez az írónál sincsen másképp, tökéletesen hiteltelen lesz, hogyha nincs rokonságban azzal a figurával, aki te vagy. Nagyon kockára teszed azt, amit mindenki őriz, Aha. És hogy ez, ez nem tudom, hogy ezt meg lehet szokni, vagy te csak így tudsz létezni, és vissza-visszatérnek azért a köteteidben, az élő szereplők, és tényleg talán ez a legjobb, hogy kockára teszed magadat is, de lehet, hogy te ebből tudsz táplálkozni. Igen, teljesen igazad van, tehát csak ebből. És a, abban a pillanatban, ha valami nem kockázatosan, ez, ez telitalált ez a szó, kockázatosan és kíméletlenül őszinte, akkor nem tudok vele dolgozni. Tehát én leválok róla abban a pillanatban. Én egyfelől irídlem azokat a kollégáimat, akik a középkorban játszódó regényeket írnak, uh -huh. a kínai világban játszódó regényeket. Másfelől nekem már az a távolság is elég volt, amit a verával kapcsolatban meg tudtam tenni. Hogy van egy női főhősöm, hogy, hogy egy kicsit, kicsit el lehet tőlem távolítani, de annál többet én nem tudok, vagy nem is akarok. Mert Vera is én vagyok, tehát az, az a szeretetre áhí, áhítozó, szorongós gyermek, aki eh, aki mindent feladatként él meg, az is én vagyok. Hát alapvetően most véletlenül ez megy is a világban. Tehát az történt, hogy ez divatos lett. Uh -huh. Miközben én ezt csinálom 15-20 éve, nem miattam lett divatos. Eh, Mert hogy magunkra Igen, ez az alanyi, alanyiság, igen. meg hogy akkor a biográf szöveg és hogy a, a, uh -huh. a szinte naplópontossággal, a, a hétköznapok aprólékos leírása. És ez ugye most egy ilyen nagy skandináv hullámban elindult, és végig söpört az európai irodalmon, és most lehet azt mondani, hogy nem kell a, a szerzői én elkülöníteni. Még amikor a mellettem elférsz megjelent, akkor ez egy fölháborító botrány volt, hogy ezt nem lehet csinálni, ezt, hogy, hogy, gondolom, hogy ez, azt merem mondani, hogy én vagyok, és hogy a, a a kiadóm is azt kérte, hogy ne írjam bele, hogy a dölttel szedett részek azok a nagymamám naplójából vannak. Mert hogy így is velem fogják azonosítani, és hogy próbáljam meg a, a főhőst eltartani magamtól. Én megpróbálhatom ezeket. Ráadásul a Mellettem Elférszben tényleg rengeteg fikció van. De én az ellenkező irányt szoktam játszani, uh -huh. és ez is egy Szabó Magdás játék, hogy az a fi sok fikció, ami beolvad a valóságba, azt egy idő után nem tudom nem valóságként kezelni. Ami egy kicsit beteges, tehát van benne valami eh, eh, póz, meg van benne valami eh, fura átemlékezés, de másfelől meg természetes. És ezt mikor teszed le? Ha megész egy könyvet? Aha. Vagy este, amikor most már gyerekkel mész el, vagy eddig a feleségeddel vacsorázni, akkor le tudod ezt az egész képzelt, teremtett világot tenni? Igen, vagy? Nekik, nekik nem úgy mesélem, uh -huh. de azért mégis az a helyzet, hogy, a, hogy az öcsém is képes a mellettem elférsz óta olyan történeteket mesélni, családi történeteket, amiket Amiben. ott olvasott, és tudom, hogy nem történt meg. Még azra is emlékszik, hogy ő hol állt. Hát érted? Tehát, hogy ez. Most akkor azt lehet mondani, hogy az öcsém nincs tudatában. Egyszerűen a, ugye a, a családi történetben változik a fókusz állandóan mindig azzal tudsz nagyjából azonosulni, aki korban a legközelebb van hozzád. Tehát ez a fókusz is változik, a hangsúlyok is változnak, azon túl, ugye, ahogy változik a nézőpont, rengeteg mindent megértesz a történetből, ami addig nem volt világos. Vagyis nem rögződött a történet, de állandóan változik, állandóan uh -huh. átgyúrod egyébként is. Mivel gyúrható ez a természete, ezért aztán... E, és nem fontos az, hogy valójában mi történt, hanem az fontos, hogy hiteles Így aztán át lehet emlékezni. Tehát nem nehéz. Most egy olyan gondolatom támadt, annyit beszélt, vagy annyit említette Szabó Magda, de ezt szeretem. és mondjuk, ha az én édesapámra gondolok, én nekem mindig felejthetetlen, hogy találkoztatok. te, temetted el, nagyon szeretett és, és erről nekem az jut hogy mondok pár nevet, és mondd meg, hogy ő, ő hol van a te univerzumodban. Szabó Magdát mondtad, most akkor említettük Juhász Ferencet, Eszterházi Péter, akár csak két szóval, mi ő neked? Hát ő egy ilyen, egy, szerintem sokunknak egy elképesztő apa figura volt. Az uh -huh. egész irodalomnak egy, egy olyan, olyan szeretet tekintéje, egy, egy, biztonságos bolygó, egy közp, a, a, nap. Ő volt a, a, egy olyan nap, ami megmelegítette ezt a környezetet, be miatta látni, jó volt miatta. Tehát jó volt a közelében lenni. Igen. A, annyira a, a, az a finomság, bölcsesség, humor, és a humor különösen, tehát hogy ahogyan, ahogyan tudta szeretni a világot, az, az valahogy azt mutatta meg, és ez olyan, hogy pedig most emiatt bántják leginkább, hogy jó magyarnak lenni, érted? Tehát, hogy, olyan büszke voltál miatta, hogy, Igen. hogy ezt a nyelvet, ezt a kultúrát, hogy ehhez neked között lehet. És, és, úgy hiányzik, tehát hogy nem igaz, hogy mi, bárki, aki elmegy annak, az, az akkor megy tovább az élet. Na. Hogy olyan csonka az irodalmi élet azóta, Igen. és, és lehet, hogy vannak nagy tekintélyei, mert vannak, és vannak nagyon nagy íróink, hogy ne, és a világban is jegyzett nagy íróink, ez mind működik, de valahogy ez a fajta központi bolygó szerep, ez nem, ez, erre születik el. Ez ő igen. volt. Aha. Igen, mert most valahogy így a kedves olvasóknak, vagy nézőknek egy ilyen kis virtuális könyvtárra tépítek, amit, amit Na. mondjuk oda tennék az ágyad mellé. Azon rajta van Móric, ugye már beszéltünk Hogy? róla, Babics, rajta van egy Szobó Magda Tuti, szerintem rajta van egy Eszterházi, Na, van. tegyünk rá egy vékony Uhász Ferencet, Tandori, <laughs> é, rajta van Tandori ezen a polszon? E, én a, a, a Nekem a Dezső egy hihetetlen izgalmas és érdekes figura, de én nagyon nehezen barátkozom azzal a szétírt bolygóval, ami ő. Oké, okay, akkor két olyan sztárt, akit szerintem mindannyian ismerünk, és nagyon-nagyon szeretünk. Itt van a fejem fölött, Adi vagy József Attila, ki van ott a virtuális vagy valós polcodon? Inkább József Attila. Igen? Inkább József Attila, mint Adi. Bár ugye mióta Adit divat kikezdeni, azóta sokkal jobban szeretem. Uh -huh. És és nagyon izgalmasnak látom a Adit, mint prózaírót, nekem nagyon érdekel, és nagyon-nagyon finom dolog. Eh, nagyon érdekes, hogy hogyan jön a, az újságíróból a költő, hogy ha, hamarabb van meg a, az újságírói nyelv, mint a költői nyelv, és egy európai szemléletű újságíró, akinek van két rossz verses kötete már akkor, uh -huh. hogyan az újságírói szemléjén és nyelvén keresztül hogyan találja meg, vagy a publicisztikai nyelvén keresztül a költészetét. Tehát egy nagyon izgalmas figura, én nagyon szeretem, csak ha már azt mondjuk, hogy akkor kicsoda, akkor az a baj, hogy József Attilahoz képest. Tehát József Attila majdnem túl sok. Tehát, hogy, hogy egyszerűen egy ekkora népnek mi nem azért. Nem mondjuk egy domináns kultúra Európában, bármennyire is vannak középhatalmi álmaink, eh, ahhoz, hogy a tehát, hogy egy újabb zseniknek kellett lenni, mint amilyen édesapád volt, mint amilyen Vörös Sándor, mint amilyen Pilinszky. Tehát, hogy olyan zseniknek kellett lenni, hogy József Fatilla után megmerjenek szólalni. Mert egyszerűen olyan hatalma van, hogy övé lett a magyar nyelv, tehát belakta a nyelvet, ami hát félelmetes. Pilinszki mondja, hogy a, az életet és a halált lehetetlen nem egyben látni, most nem pontosan idézem, és hogy talán ez az életnek a végletessége, vagy véglegessége, és én nagyon sokszor idézem ezt, a, vagy gondolok erre a mondatra, mert mert én is így érzem. És amikor talán valaki átél egy, most magamról is beszélek, egy betegséget, és, és, és ott van egy végnek a lehetősége, majd áttéli a teremtést, és ott van egy kisbaba a kezébe, aki, ahogy a könyvben is írott, hogy talán akkor érezted először, a leginkább, hogy a jó Isten, mégiscsak uh -huh. itt van velünk. Tehát, hogy gondolom mind a kettő formát. Gondolom, a kettőt külön látod egymástól, és külön történtek az életedben, de azért nem annyira távol, hogy most, amikor itt ülünk 2023 tavaszán, és még egy új kötettel, sikerrel, de mégis egy olyan Grecso Krisztiánnal, aki mind a kettőhöz, a teremtéshez is, meg a mulandósághoz is nagyon közel került. Azt, azt lehet méricskéni vagy el tud mondani, hogy most ezek a szívedben hol vannak? Mm -hmm. El lehet engedni a fájdalmat, és csak áradni a jót, vagy hogy az életedet mind a kettő még meg tudja határozni? Hogyne. Állandóan emlékeztetni kell magam rá, de amit megidéztél, ugye az a pillanat, amikor az ember e, egy újszülött mellett lehet, az valóban valahogy szakrális pillanat, uh -huh. és ott több csoda is történik, de az egyik, ami történhet, az pontosan arról szól, és ez mondjuk fura, de a te saját életednek a végessége. Tehát hogy mert ugye valahogy olyan csoda nélküli világ, ez olyan szomorúan valóságos, és olyan nagyon hétköznapi és nagyon izzadságszagú, és olyan, amilyen, Nincsenek csodák, nem látni a csodákat, a csodákról beszélő ember bolond, és akkor ebben a, ebben a helyzetben, amikor ennyire nem látszik semmi a, a létezőn túlról, Jön valaki a szavakon túlról, aki nem is beszél, és mégis. És, és olyan, hogy vannak pillanatok, amikor azt érzed, hogy ha van jó Isten, aki ebben képes, erre, erre, a megpróbál erre ebben a hitben dolgozni magán, hogy, hogy általában a Jóisten olyan szépen eltakarja magát. Tényleg meghagyta nekünk ezt a területet, higgyél magadban, ha akarsz. Higgyél a, a szabad akaratoddal, dolgozhatod. És ott egy pillanatra, mintha be lehetne látni a spanyol fal mögé is, az mintha, hogy ne, ott nem sikerült a Jóistennek a takargatás. Ott, ott, ott egy nagyon picit, hogy, hogy ez a lélek, ez a lélek, aki jön, az az néha kilátszik a gyerek még abból az újszülöttből. És esküszöm, hogy én Hannának elkaptam olyan pillanatait, amely olyan pillanatok voltak, amikor az a lélek, amelyik ő lett ebben, a, ez a lélek, aki ezt a testet kapta, még nem tudott újszülötté lenni. Tehát bonyolultabb tekintetek voltak, mint ami megengedhető egy újszülöttnél. És aztán ezek elmúlnak. De jó. De hogy ez a... Hogy, és néha azt is éreztem, hogy mikor rajta kaptam ezen a tekinteten, akkor megijedt. Ami persze tudom, hogy ez már ilyen nagyrecsú is megbolondult, de hogy én, én ebben, tehát én, ez az én élményem, ezt tőlem senki el nem veheti velem. Történt meg ez a csoda, és. És ezt ha tovább görgeted, akkor az is jelen valóvá és hétköznapivá válik, amit mindig hangoztatunk, és mégsem hiszünk el. És mégsem lehet, mégsem lehet megbocsátani azt a tényt, hogy a jó isten képes volt nekünk elmondani, hogy meg fogunk halni. És így kell élni. Hát szóval ezt kibírhatatlan abszurd, és hogy ezt, amikor ott ezt a csodát látod, vagy oda benézhetsz, akkor ezt is, az is látszik.